ezzel a mérkőzésen sajnos ekkora volt a különbség. Az az igazság, hogy sokkal többet vártunk ettől a meccstől csapatként, és azt gondolom, hogy még talán a mérkőzés elején valamit meg is mutattunk abból, hogy méltó ellenfelei lehetünk az ellenfélnek, aki nagyon jó játékot mutatott be, illetve kvalitásokba is nagyon komoly erőt vonultatott fel a pályán. Ettől függetlenül mi bosszantó az, hogy 3 gólt rögzített szituációból kaptunk, amire készülünk. Ezek ráadásul olyan rögzített szituáció utáni gólok voltak, ahol tényleg a koncentráció, hogyha rendben van, akkor nem szerezhettek volna belőle gólt. Szünetbe próbáltunk rendszert váltani, megbeszéltük, hogy mik azok a dolgok, amire oda kell figyelni, és a második fél időben is úgy jöttünk ki, hogy ismét gólt tudtunk kapni. Az az igazság, hogy közösen fel kell nőnünk ehhez a szinthez, mert lehet látni, hogy itt másabb minőségű ellenfelek ellen fog találkozni a csapat. A játékosok hétről hétre nagyon jól dolgoznak, nagyon sokat mutatnak az edzésen, ezért is gondoltuk azt, hogy sokkal többet váratunk ettől a mérkőzéstől. Ez ma nem sikerült, de az biztos, hogy nagyon sokat lehet ebből a mérkőzésből tanulni, és az okos ember a saját hibájából tanul, és azt gondolom, hogy ez most egy olyan meccs volt, amiből tudunk fejlődni és tudunk képülni. Folytatjuk tovább a munkát, és nem fogunk letérni arról a kemény útról, arról a kemény munkáról, amit a játékosok elkezdtek, és amit napról napra véghez visznek, de sokkal jobban kell hinni magukba. El kell hinniük, hogy igenis képesek egy ilyen csapat ellen is jobb teljesítmény nyújtani, mert a kvalitás megvan bennük, de ezt ki kell vinni a pályára is.